Sziasztok! Spam vagyok, ez pedig egy ilyen kisebb beszélgetős idézőjelesen videó lesz. Nekem is elkezdődött a suli, igen, tudom, én is ezt szeretem. Sajnos nekem nem lesz könnyű egyáltalán ez az idei év, és hát értelemszerűen ez ki fog hatni a videózásomra is. Eddig ugye nyáron megszoktátok, hogy körülbelül olyan két naponta töltögettem föl egy-két videót. Nem tudom, hogy tudom-e az iskolai időszak alatt ezt a szintet úgymond, vagyis hát ezt a mennyiséget hozni vagy tartani. Nem tudom, kiderül, meglátjuk, de megpróbálom minden esetre, hogy meglegyenek a videók számilag, minőségileg, tartalmilag is ugyanúgy, ahogy eddig. Viszont egy, sőt nem is egy, kettő nagyon fontos dologról szeretnék veletek beszélni. Az első fontos dolog, hogy akinek van Minecraft bug ötlete, vagy tapasztalt már ilyet, kezdjétek el rám zúdítani e-mailbe a spengameplay@gmail.com-ra, ami most megjelent a képernyőn. Ide kérek tőletek ötleteket, vagy olyan bugokat, amiket esetleg ti már megcsináltatok, küldhetitek nekem szövegbe, videóba, képbe, egy hosszabb leírásba, bárhogy, a lényeg, hogy érthető legyen, és nyilván bug, tehát ez alap. Ugyanis 37 részre való anyagom volt összesen, ami azt jelenti, hogy 3 rész múlva, hogyha nem tudunk valamit közösen összehozni, nyilván én is próbálok még újakat találni, de hogyha valamit nem tudunk közösen összehozni, és nem küldtök nekem bugokat, akkor bizony vagy a 37. résznél, vagy még esetleg egy pár részt kihúz a sorozat, és akkor fog véget érni, vagy megrekedni. Nem tudom, igazából tényleg ide a te segítségetek kell. Ami még nagyon fontos, tényleg, hogy ezt e-mailbe küldjetek nekem, ugyanis ide a videó alá, viszont kommentbe, kérek tőletek játékötletet. Ez bármilyen játék lehet, nekem is nagyon sok játékom van most így például, tehát van Dead Island-em, van Left 4 Dead-em, PD-em, Team Fortress-em, Battlefield 3-am, COD-ból megvan az MV2, MV3, van GTA 4-em, Watch Dogs-om, Plants vs. Zombies-om, The Godfather, azaz magyarul Keresztapám, van Need for Speed Most Wanted-om, Hearthstone-om, Far Cry-om, van még egy csomó játékom, van 11 játékom PS3-ra is, illetve vannak még egyéb nyilván letöltési lehetőségeim, hogy szedjek valahonnan játékot. Tehát ezek közül, akár amiket felsoroltam, vagy hogyha ötletetek van, akkor azokat mind lentre a kommentekhez szeretném, hogy leírjátok nekem. Értelemszerűen ebben az idézőjeles komment szavazásban az a játék fog győzni, amelyik a legtöbb úgymond komment szavazatot, tehát a legtöbb kommentet kapja. És akkor abból, hogyha az egy olyan játék, amit lehet sokáig elvinni, akkor abból fogok csinálni egy kisebb sorozatot, vagy egy pár részt felvenni belőle, tehát valami ilyesmibe kéne gondolkoznom, az az igazság, mert láttam, hogy ezeket a GTA 5-ös régebben felvett videókat azért annyira csak egy réteg nézi, ami nekem ugyanúgy jó, ne értsétek félre, tehát nekem az egy pozitív visszajelzés, ha egyáltalán még megnézitek. De tényleg kellene most már valami olyan játék, ami komolyabban fut. Bármilyen ötlet, tehát tényleg minden jól jön, ezzel tényleg egy időben meg szeretném, hogyha a bugokat küldenétek nekem ezerre, hogyha tudtok valamit, mert én nagyon szívesen megcsinálom, bemutatom, dolgozok a videóval, csak igazából miattatok, hogy mert tudom, hogy nagyon szeretitek ezt a sorozatot, és látom is tényleg a nézettség, meg a like-dislike arány alapján, hogy
hogy nagyon-nagyon szeretitek, úgyhogy most igazából nem csak rátok, de részben rátok is van bízva a sorozatnak a jövője. Visszatérve még egy percre a videókra, a mennyiségre, hogy amennyiben van időm tényleg, és van ötletetek, és kapok játékötleteket, meg bugokat, abban az esetben megpróbálom, hogy ne legyen nektek olyan észrevehető, hogy azért mégiscsak elkezdődött az iskolai időszak videók terén, tehát hogy ne legyenek hatalmas kimaradások. Lehet, hogy ezen túl inkább a hétvégékre fogok koncentrálni, hogy meg legyen gyakorlatilag az a mennyiség, csak akár úgy, hogy meg is tudjátok nézni, mert azért hétvégén nem kell olyan nagyon sokat az iskolával küszködni, nem úgy, mint hétköznap, tehát valószínű, hogy úgy lesz ezentúl, hogy lesz egy hétköznapi, illetve egy hétvégi napon videó. Nem tudom, hogy fogom megoldani még, ez is egy opció, de az nyilván az én problémám, de tényleg még egyszer utoljára elmondom, hogy a kommentekbe a játékok, játékötletek, bármi, amit én elmondtam, amit ti gondoltok, nyugodtan bármilyen ötletet meghallgatok, illetve e-mailbe a spengameplay@gmail.com-ra kérném a bugokat, hogyha esetleg van, és tényleg küldjetek minél többet, hogyha tudtok, majd azok közül én szelektálok, hogy esetleg van olyan, amit már bemutattam, vagy amiről már beszéltem, vagy megemlítettem, de még nem mutattam be, tehát egy csomó jó ötletetek szokott lenni az e-mailekben, amit kapok, hogyha elolvasom, akkor mindig válaszolni szoktam rá, amire érdemes nyilván. Úgyhogy de egyébként nagyon, nagyon jó fej e-maileket küldtetek nekem, nagyon tényleg nagyon köszönöm nektek, hogy ennyire, hát kicsit mint egy ilyen barátot, és nem mint egy idegent tekintetek, szóval ez nekem nagyon jól esik, de most tényleg rajtatok is áll valamennyire a Minecraft bugok továbbvitele, úgyhogy igazából ennyit szerettem volna nektek gyorsban elmondani, és hát nagyon sok kitartást kívánok mindenkinek a sulihoz. Köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, sziasztok!